naponta egy fél órát, egy héten egy estét, havonta körülbelül egy hétvégét, és egy évben körülbelül egy hetet együtt kellene, hogy töltsenek a párok. És párkapcsolati szempontból nagyon fontos, hogy egyedül, gyerekek nélkül. Gyerekekkel, hogyha gyerekekkel nyaralunk, max. 10 nap, mert mi már voltunk egy hétig, 10 napig, 2 hétig. 2 hét sok a gyerekeknek, szerintem. Szálljon időt magára, szálljon időt az én időre. Podcast nőkről, nem csak nőknek, a Szolnok Televízióban. Miértek és hogyanok egy órában. Köszöntöm kedves nézőinket, a péntek akkor én idő, és ha nyár, akkor természetesen nyaralás. Hogy a téma adja magát, az természetes, az azonban nem annyira, hogy éppen az elmúlt héten beszélgettem néhány ismerőssel, akik közül az egyik azt mondta nekem, hogy hát éppen most megy a barátnőivel Egyiptomba nyaralni, a másik pedig éppen arról panaszkodott, hogy őt bizony a férje egyedül nem engedi el, a harmadik pedig azt mesélte, hogy ők már túl vannak a nyaraláson, és keményen összevesztek. Hát erről lesz most szó, hogy mennyire jelenti a nyaralás az én időt, és hogyan tudjuk ezt jól csinálni. Beszélgető partnereket is hívtam természetesen ide a Szolnok TV podcast stúdiójába, Berecné Tóth Erika, aki párkapcsolati terapeuta, és dr. Pazsa Kornélia, akit pedig most úgy mutatok be, mint három gyermekes édesanyát, és mint aktív nyaralót. Köszi, hogy eljöttetek. Szívesen. Na hát először is a nyaralásról, mert hogy úgy tudom, Nelly, hogy ti már voltatok családdal, de talán kettesben még nem, és hogy vajon ez miért fontos nálatok, azt is mondd el, hiszen három kisgyermeked van. Igen, hát ugye amióta gyerekek vannak, főként velük járunk nyaralni, de én azt mondom, hogy kettesben is kell a én idő, mi idő, mert azt tudjuk, hogy ha gyerekkel nyaralunk, vagy gyerekekkel, akkor máshol vigyázunk rájuk. Tehát inkább nekem ez a véleményem. De amikor ugye kettesben vagyunk a férjemmel, akkor pedig egymásra figyelünk meg, akkor teljesen más a nyaralási tempónk is. Tehát mi aktív nyaralók vagyunk, gyerekekkel nyilván nem annyira. Úgyhogy mi próbálunk mindig kettesben is időt szakítani, hogy elmenjünk. Én azt gondolom, hogy ez abszolút jó dolog, mert hogy az összes nagykönyv azt mondja, hogy minden héten egyszer menj el a férjeddel vacsorázni, és mindig menj el bizonyos időközönként kettesben nyaralni. Hát mit mond a szakma? Hát a szakértők szerint, hogyha ezt így végigvezetjük, amit elkezdtél, akkor naponta egy fél órát, egy héten egy estét, havonta körülbelül egy hétvégét, és egy évben körülbelül egy hetet együtt kellene, hogy töltsenek a párok. És párkapcsolati szempontból nagyon fontos, hogy egyedül, gyerekek nélkül. Ez a gyerekeknek is jó, mert sokkal feltöltöttebb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb szülőket kapnak vissza. A gyerekeknek is nagyon jó. Persze, ha a nagyinál van net és wifi, mert ugye ezek a gyerekek már függnek ettől, és hát párkapcsolati szempontból pedig egyszerűen elengedhetetlen. Tehát az az odafigyelés, egymásra figyelés, egymásra hangolódás, ami ilyenkor létrejön két ember között, azt nem lehet máshogy pótolni, és nem lehet így feltöltődni. Milyen problémákkal találkozol? Mivel keresnek meg benneteket legtöbbször? Hát, hogyha nyaralásról beszélünk, akkor ki lehet jelenteni, hogy a nyaralás párkapcsolati szempontból az vezethet, vagy lehet egy utazás egymás felé, de lehet út egyenesen a vállóperes ügyvédig is. Nagyon sok ilyen esettel találkoztam már, és tanulság az, hogy soha nem menjünk el szőnyeg alá söpört problémákkal nyaralni. Abból, tehát az biztos, hogy egy szakító próbával ér fel, és egy rémálommal, mert ha ezek a problémák nincsenek kibeszélve, és szinte egy idegen, egy tőlem elidegenedett, visszahúzódó, konfliktusokkal teli kapcsolatból elmegyünk, akkor ott hibáztatás lesz a szállásért, az étkezésért, ha az idő rosszabbra fordul, még azért is a másik lesz a felelős. Tehát az intimitásról már ne is beszéljünk, mert az teljesen kuka ebben az esetben. Úgyhogy párkapcsolati tanácsadói szempontból a nagyon okos megoldás az, hogy vagy megbeszélik, ha még nem olyan nagyok a problémák, és úgy megyünk el kikapcsolódni, vagy pedig keresünk egy szakembert, ezt helyre tesszük, és utána egy más állapotban megyünk el. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a telefonos lelkisegély szolgálatok felmérései szerint a karácsony utáni időszak és a nyaralás utáni időszak a legnehezebb, és akkor vannak a legtöbb hívásaik. Nekem is. Tehát a karácsonykor van, hogy 20-30 e-mail vagy jelentkezés üzenet van a telefonomon, és a másik ilyen időszak pedig ez az augusztus vége, szeptember, az iskola kezdéssel megegyező időben nagyon-nagyon sokan fordulnak segítségért. És még mondtál egy érdekes dolgot, hogy akkor megy a hibáztatás a szállásért, a kajáért, ezért, azért.
azért ne felejtsük azt el, hogy a nyaralást le kell szervezni. Általában ki szervezi a nyaralást? Mi nálunk én. Aha, nem tudom másoknál, hogy van, de szerintem a nők lehet jobban szervezkednek. Vagy nem tudom, lehet, hogy te... De megbeszélitek például, hogy milyen szállást válasszunk, milyen kaja legyen, legyen kaja, ne legyen kaja, főzzünk, ne főzzünk. Hát mondjuk nyilván a nőnek nem nyaralás, hogyha főzni kell. Persze. Igazából mi már ugye ismerjük így egymást a férjemmel, együtt vagyunk egy ideje, és így rám bízza. Mi nem szoktunk kaját kérni például, mert mi ahol megéhezünk, oda megyünk be, tehát spontán nyaralók vagyunk, aktív spontán nyaralók. A szállást rám bízza, meg szoktam neki mutatni, és akkor mondjuk hármat, az utolsó hármat, és akkor úgy kiválasztjuk. Jellemző ez egyébként, Erika, hogy általában a nőre hárul ez a feladat is? Igen, mint egyébként körülbelül minden. Tehát, hogyha már az én időről beszélünk. Zakár, hogy nem fogadta el a férfi vendégem a meghívást, mert most meg tudnánk mutatni az ellenpólust, és lenne egy ellenoldal, de megpróbáljuk azért az egyensúlyt majd tartani. Hát igen, mint ahogy tehát a nőknél a prioritásilag is maguk általában a sor végén vannak, tehát a nyaralás szervezésnél is biztos, hogy a nőre hárul a legtöbb felelősség. Mekkora feladat ez, vagy mekkora stressz ez? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokaknál a nyaralás megszervezése, és egyáltalán, hogy 360 napon keresztül arra az 5 nyaralós napra készülünk, azért keresünk, az már eleve egy stresszforrás, egy stresszfaktor. Én nem tudom, tehát hogyha a magam példáját hozom, akkor nálunk ez nem szokott az lenni. Mert annyira, mint amit mondtál, hogy annyira ismerjük egymást, és annyira tudjuk azt, hogy mik az igényeink, hogyha család, mondjuk nekem már nagyfiaim vannak, 19-24 évesek, de amikor kicsik voltak is, akkor tudtuk, hogy dinóklub, ők is jól érezzék magukat, nekünk is legyen kettőnkre időnk. Tehát nálunk ez például nem volt soha egy ilyen stresszes, mert ez megbeszélés kérdése. De hát itt megint visszakanyarodunk, hogy akkor stresszes, ha amúgy is stresszes a környezet. Tehát ha a munka, a párkapcsolat, az anyagi nehézségek, vagy bármi miatt még erre is külön rá stresszelnek, az nincs rendben. És akkor kanyarodjunk vissza ehhez az egy héthez. Mennyi a jó nyaralás ideális ideje? Van-e egyáltalán ilyen? Mennyi időre szoktatok elmenni? Szerintem inkább gyakorisága van. Tehát inkább gyakrabban történjen, így vagy van. Legyen? Szerintem inkább gyakrabban. Párkapcsolatilag én azt mondom, hogy ha egy évben megteheti a párok azt, hogy ha nem is ez, amit az elején beszéltünk, hogy mondjuk havonta egy hétvége, egyébként az ideális az lenne. Tehát azért egy hónap alatt csak két napot eltölteni a párnak egymással, annak valahol egy alapszükségletnek kellene lenni. És minél többször szakadnak ki ebből a mókuskerékből, annál feltöltöttebbek, annál boldogabbak lesznek. Tehát szerintem inkább a gyakoriságra kellene a hangsúlyt helyezni. Akik mondjuk hozzád fordulnak, és megkérdezed őket, hogy mikor voltak utoljára kettesben, többnyire mit mondanak? Hogy nagyon régen, az idejüket sem tudják. De egy hónapja, egy éve, 10 éve, 5 éve? Anyagi helyzettől is nagyon-nagyon komolyan, azért ez függ az anyagi helyzettől, függ az igényektől, függ a megbeszéléstől, de én inkább azt hallom az utóbbi időben, hogy ennyit, mint mondjuk nálam egy párkapcsolati tanácsadás körülbelül 2-2,5 óra. És nagyon sokan mennek el az utóbbi időben úgy, pedig hát a Covid után vagyunk, hogy ennyi időt nem is töltöttek úgy igazán egymásra figyelve. Mert hogy ez minőségi idő, hogy ez egy kénytelenek minőség... meghallgatni egymást. Pontosan, tehát itt egymás után kénytelenek a jót, a rosszat, az egyet nem értést, és mindent meghallgatni a másoktól és másiktól, és sokkal többet tanulnak egy ilyen 2-2,5 óra alatt, mint mondjuk az elmúlt pár évben, ahol elmérgesedett a kapcsolatuk. Nelly, neked mennyi idő az igazi pihenés? Mennyi idő alatt tudod kipihenni magad? Gyerekek nélkül 2 hét. Gyerekekkel, hogyha gyerekekkel nyaralunk, max 10 nap, mert mi már voltunk 1 hétig, 10 napig, 2 hétig. 2 hét sok a gyerekeknek, szerintem egy helyen elunják. Úgyhogy most velük egyébként megyünk majd velük is tengerpartra 10 napra. Mi most 5 napot csípünk el magunknak, de még augusztusra tervezünk még 1 hetet magunknak. Most mondjuk mi megnyomjuk a nyarat, mert ugye nem tudtunk utazni utóbbi egy évben. Nagyon úgy, hogy de egyébként már 1 hét is nagyon jó kettesbe. És mit preferáltok? Milyen nyaraló helyet? Azt mondtad, hogy aktívan pihentek, de hogy ezt a hegyekben teszitek meg, vagy városokat néztek, vagy inkább speciális programokat szerveztek? Hát, mi úgy szoktuk, hogy átlagban, hogyha várost is nézünk, akkor ugye ott azért mászkálunk jó sokat, és akkor így, amit lehet kimaxolunk, az aktív. Ez jövő héten lesz nekünk. Hogyha tengerpartra megyünk kettesbe, akkor is aktív nyaralunk, mert akkor délelőtt megnézzük, amit lehet. Tehát mindig máshol strandolunk, tehát van egy bázis, és akkor mindig elmegyünk másik helyekre.
és délelőtt ott megnézzük a nevezetességeket, vagy híresség, és déltől mondjuk, akkor meg strandolunk. Tehát, hogy mi nem egy helyen töltjük a nyaralást. Szoktatok aggódni a gyerekek miatt? Milyen gyakran telefonáltok haza? Nem, mert nagyszülőkkel vannak, hát felnőttek. Ugye a férjem is felnőtt a szüleivel, én is felnőttem az enyémekkel. Úgyhogy én nem, én teljesen ki tudok kapcsolni. Nincs az, hogy amit mások mondanak, hogy úristen, minden nap hívni, meg hogy úristen ideg. Én totál el tudom engedni. És mit ad neked egy nyaralás? Arra azért még kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami miatt feltölt, vagy mi az, ami miatt élmény? Hogyha kettesben vagyunk, akkor az, hogy egymásra figyelünk, akkor ugye ugyanaz érdekel minket nyilván, megnézzünk egy csomó mindent, feltölt, minőségi idő. Nem csak mondjuk otthon nézzük a mozicsatornát, hanem történik valami. De ugyanúgy a gyerekekkel is, tehát velük is szeretek nyaralni, csak akkor az nem pihenés. Ott nem tudok mondjuk újságot olvasni a tengerparton, hanem akkor mondjuk homokoznom kell a fiammal. Tehát, hogy ez a különbség. Azok a párok, akik hozzád fordulnak, vagy akikre úgy rálátsz, most nem feltétlenül a terápiáról szeretnék beszélni, hanem arról inkább, hogy mitől lesz ideális egy nyaralás. Mert hogy említettél egy csomó mindent, az anyagiakat, az intimitást, az a szőnyeg alá söpört problémákat, illetve azt a fajta pihenést, amit lehet, hogy esetleg nehéz összeegyeztetni, főleg, hogyha mondjuk a házaspár egyik fele hegyes-völgyes, a másik fele pedig inkább a tengerparton napozgatós. Na, ilyen esetekben szoktak egyre többen a külön nyaralás intézményéhez fordulni. Hát tehát... nem gondoltam, hogy ilyen hamar eljutunk idáig, de ez egy külön fejezet. Mert hogyha lehet kompromisszumot kötni, és egy hegyes tengerpartos vidéket választani, akkor azzal semmi probléma nincsen. De számtalan olyan dolog van, ami megint megbeszélés kérdése, egy összehangolás kérdése. Tehát itt már kezdve attól, hogy ki az, aki korán kell, és ki az, aki mondjuk 10-ig aludna. Mikor menjünk le reggelizni. Mennyit sütessük a hasunkat a napon, szeretnénk az összes múzeumot megnézni, és az összes templomot, vagy elég, hogyha csak egybe-kettőbe bemegyünk, tehát ez mind megbeszélés kérdése, de ha nagyon-nagyon eltérő igények vannak, akkor jön a külön nyaralás, és akkor úgy szervezik meg. Na, erről azért beszéljünk egy kicsit, mit tapasztaltok, illetve mennyire elfogadott ez most a magyar társadalomban? Nem elfogadott szerintem. Nem elfogadott nem. Szerintem? Most az én ismeretségi körömben én mondom, nem úgy, én magam is meglepődtem, amikor ezt mondta. Én voltam már. Ismeresem, és annyira vagánynak találtam, hogy de jó. Én voltam már külön, magán. Akkor még mondjuk egy gyerek volt, és barátnőmmel háromszor is voltam 3 éven keresztül külön nyaralni. Jó volt. Az is egy jó nyaralás, de szerintem nem elfogadott, sőt. Nagyon. Hiányzott a férjed? Már persze. Mertél volna más mondani. Én azt tapasztalom, hogy nagyon kiveri a biztosítékot ez még. Tehát, de kinél? Anyusnál, apusnál, a férnél, a feleségnél, a barátoknál, a gyerekeknél? Ez mindenkinél. Tehát, hogyha ha fiatalon úgy kerülnek össze, hogy ennek már egy ilyen megbeszélt rendszere van, tehát, hogy már mondjuk az együttjárás idejében is az megszokott, hogy a hölgy a barátnőkkel városnézésre megy, wellness hétvégére megy, shoppingolós hétvégére megy, a fiatalember pedig elmegy egy motoros túrára, vagy sörfesztiválra, vagy pusztán csak a haverokkal foci meccsre, akár külföldre, akkor ez ugyan szépen beépül az életükbe. De hogyha ez mondjuk 15-20 év házasság után mondjuk valaki ezt így bemondja, akkor azért ott biztos, hogy játszik egy pár színbe a másik arca, mert ez nem egy megszokott dolog még nálunk, ennek nincs kultúrája. De egyébként természetes igény volna? Teljes mértékben. De természetes emberi igény? Ez teljesen. És egyébként emberfüggő, vagy személyiségfüggő. Én részemről, én a páros nyaralást részesítem előnybe, tehát mondjuk nekem úgy nem igazán jutna ez eszembe, de nagyon-nagyon sokan, és akár a családunkban, vagy az ismeretségi körömbe is, évek óta ez szépen működik. És nagyon jól lehet ebből kijönni. Hozzáteszem, nagyon rosszul is, tehát azért ennek vannak bizalmi kérdések. Akkor most egy kicsit taglaljuk a nagyon rosszult. Igen, tehát ha én időről beszélünk, akkor az egy jogos kérése mindenkinek, de ez oda-vissza működik. Tehát, hogy ha én elmegyek, akkor ne csodálkozzak, ha a másik is szeretne elmenni. Tehát ez az első, és már ezen is nagyon sokan. Tehát, hogy amit nekem lehet, az, hát a másiknak az már miért lenne szüksége? Hát ez nem így működik. Tehát, hogy akkor ez olyan odavisszajátéknak kellene lenni. Tehát a másiknak is ezt megadom.
És hogyha anyagilag ez rendben is van, akkor a következő viszont ez amit mondok, hogy, tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen kapcsolatból kezd el valaki külön utazást és külön nyaralást tervezni, mert hogyha a másikat a fene megeszi otthon, hogy mit csinál, mert eleve bizalmi, hűségbeli, egyenességbeli problémák adottak, hát ott, tehát azt szerintem az egy katasztrófával tud végződni egy ilyen kis kiruccanás. Nelly, te ismersz olyanokat, akik bevállalják és elmennek egyedül nyaralni? Nem, magamon kívül senki, de már én sem megyek külön, ez még régen volt. Mert ugye minél több gyerekünk van, annál macerásabb elszórni őket a családba, úgyhogy ha meg már megkérjük, akkor inkább együtt megyünk. Úgyhogy már erről én is leszoktam. De nem, senkit. De egyébként természetes igénynek tartott te is, időközönként? Olyanokat szoktunk csinálni, mondjuk, hogy egy estét alszunk mondjuk barátnőmmel Pesten, és akkor úgy elmegyünk vásárolni, és akkor bulizni este. Az úgy oké, de így azért egy hét, az már úgy meredek, szerintem. Nem, ez már nincs ez az egyhetes igény, tehát hogy elmennék egy hétre. Nyilván attól is függ, nem Erika, hogy éppen hol tart egy házasság, vagy mennyi időse az ember, mert 20 évesen mások vagyunk, 30 évesen még inkább, aztán 40, 50, 60, nyugdíjas korban meg már sajnos azért az tény, hogy a magyar férfiak 60 fölött már jóval kevesebben vannak, mint a hölgyek, úgyhogy sajnos ott már egyedül maradnak. Persze, meg hát ott az aktivitás is már ugye egészen más. Úgyhogy ez szerintem leginkább a 30 és az 50 év korosztály között probléma, mert én azt gondolom, hogy a 20 és 30 között meg már nem. Tehát náluk ez már sokkal természetesebb dolog. Élettanilag, a pszichét tekintve egyébként mire jó a nyaralás? Mit tesz velünk? Úgy a testünkkel, a lelkünkkel, az idegrendszerünkkel. Kisimítja. Kisimítja? Lelkünket, meg az idegrendszerünket. Azt, hogy nem vagyunk kötve akkor szerintem a programokhoz, mint ugye a mindennapi életben, hogy be van táblázva a napunk, hanem akkor egy kicsit lehet lazulni. Mert ha nem úgy történik, akkor hopp, akkor majd lesz más. Tehát, Érdekes, amit mondasz, hogy nem kötődünk a programokhoz. A társas utazások vagy a szervezett utazások azért kőkeményen határozzák a napi rendet. Kemény időrend van. De mi nem szoktunk ilyenekre menni, mi magunk, mindig magunk szervezzük. Hát ez is személyiségfüggő, nem? Teljesen. Tehát van akinek éppen, hogy kell fogni a kezét, és meg kell mondani, hogy hova menjél, mert neki az nem pihenés, hogy ő megszervezze. Ti azt mondtad, hogy nagyon intuitív nyaralók vagytok, és éppen ahogy szeretnétek, ti megszervezitek. Igen. Igen, tehát a rugalmasabb nyaralásnál egyébként szerintem részemről nincs jobb. Tehát én mondjuk el nem tudom képzelni ezt a fogjuk a kezedet, és megyünk templomról. És 5 perc múlva találkozunk. És találkozunk, és mindig vannak kakukktojások, tehát ez megint egy következő stresszfaktor, hogy hányszor áll meg a busz, és milyen, kinek milyen kérdései vannak, és tehát tényleg valaki agybajt tudnak kapni. De találkoztam már olyan párral, ahol a férfi ettől teljesen ki volt idegileg, a feleség pedig mindenképpen egy ilyen útra szeretett volna elmenni. Hát abból majdnem az volt, hogy Veronába visszafordult, tehát hogy az számtalan problémát hordoz ez magával. Hogyha energetikailag nézzük a nyaralást, akkor milyen területek hozzák a legjobb kikapcsolódást? Most ugye azért néhány országot már említettetek így helyjel közzel. Van a helyeknek olyan energetikája, ami ahonnan, amikor visszajönnek, akkor biztosan sokkal jobb állapotban vannak, mintha mondjuk, nem tudom, kiruccannának, a direkt nem mondok helyet valahová. Hát persze, tehát azért az a Dolce Vita életérzés azért ez csak a tengerpartokon, vagy Olaszországban, vagy Spanyolországban van meg. Én azt gondolom, hogy igen, tehát Angliából is biztos vissza lehet jönni Londonból nagyon jó kedvűen, csak nem ugyanazt a töltést adja, mint hogyha egy csodaszép tengerparti helyen töltöd el a nyarat. De akkor itt most egy kicsit álljunk meg, mert hogy mitől nem adja ugyanazt a töltést, és megfordítom, mitől adja azt a töltést bizonyos nyaralóhelyek sokasága? Tehát mitől jó egy nyaralás, mitől jó a nyaralós én idő, mi az, amit azon túl, hogy kisimítja az idegeket, azon túl ad? Hát a látvány szerintem. Tehát az, hogy nyáron... Szerintem arra van szüksége az embernek, hogy mikor megáll, és akkor ez a körülbelül a szája tátva marad, hogy úristen, milyen gyönyörű helyen vagyunk, tehát akár a virágokkal egy mediterrán vidéken, tehát ott már azzal el vagy, és így köszönöm szépen, jól vagy, leültél, és majd két nap múlva kérsz enni, tehát hogy eleve azt érzed, hogy igen, megérkeztem, jó helyen vagyok, szép helyen vagyok. Ezt legalábbis számomra ez csak a tengerparti is utazások tudják adni.
Neked is? Nem. Nekem is a tenger. Nekem meg, ahogy ugye hallgatom a tengernek a morajlását, nem tudom, imádom. És mondjuk egy gyönyörű, szép erdei tisztás. Egyébként, amit kérdeztél, az nagyon helyzetfüggő, mert hogyha én belegondolok, hogy amikor a mi gyerekeink kicsik voltak, akkor mi minden évben tengerpartra mentünk nyaralni velük. Ahogy felnőttek, akkor már egyre több volt a idézőjelben okos program, és már akkor elmentünk város nézni, pont London, és tehát ezeket a nagyvárosokat végigjártuk velük. És ha a mostani utazásunkra gondolok, akkor legalább úgy benne van a Balaton, legalább úgy benne van a tengerpart, de például nálunk szokás, hogy mi a férjemmel minden évben egyszer legalább elmegyünk egy városnéző túrára, most hogy ez Barcelona, Róma, vagy Porto, vagy Lisszabon, és persze ezek meg megint olyan gyönyörű helyek, hogy lélegzetelállító, de hogyha onnan visszajövünk, az megint olyan, mintha újra bútoltak volna, tehát még ez is olyan helyzetfüggő, vagy hogy mire vágysz most, vagy mire van igényed éppen. Meg hogy mekkorák a gyerekek. Igen. Hát igen, nyilván nem lehet pici gyerekkel akárhova elmenni. Az újra bútolsz szóba kapaszkodnék bele, és abba, amit Nelly, te mondtál, hogy kisimítja az idegeket. Vajon élettanilag egyébként mennyi pihenésre van szüksége az embernek? Mert szokták azt is mondani, hogy hát utólag nem tudod kipihenni a mögötted lévő fáradtságot. Tehát kell, hogy legyen egy bizonyos ritmusa ennek, amit te is mondtál, hogy mennyi időközönként kellene. De mi az, amitől újra tudunk bútolni? Hát számomra a sport, tehát az első, ami az én idő egyik legjobb kitöltési módja. Tehát szerintem sportoló embert nem hallasz annyit panaszkodni, nem látod annyit a kórházakban. Nagyon aranyos, én jártam egy időben a hortobágyi futóversenyekre is, amikor megálltak a nyugdíjas buszok, és a kis pólójukboron az volt, hogy a lábad szedne a tablettát. Tehát hogy szerintem mindent visz. Tehát számomra az biztos, hogy ez az első, amit mondanék. Nelly? Nekem is a sport. Pont a futásra. És én nem is szerettem futni, most kezdtem, úgyhogy de már belejöttem, kezdem. Nyaralás alatt is? Igen. Az az első a futócipő sportóra, ami bekerül. Minden nap ezzel kelek, és mindenhova viszem. Valaki meg mondjuk úszni szeret, mondjuk én nem. De valaki meg mondjuk nyomatja Balatonba vagy a tengerbe. Az is jó. Az is kikapcsol. Országúti bringa. Igen, vagy bicikliznek. Igen, bike, igen. Bármi. Azt hogyan lehet megoldani, hogyha egy nyaralás során, mert ezt is említetted, hogy nem ugyanazok az igények, főleg, hogyha mondjuk nagy családdal mész, vagy mondjuk rokonokkal mész, vagy társasággal mész, vagy társasággal mész, akkor milyen praktikákat tudtok arra, hogy azért úgy nagyjából könnyebb legyen az igényeket összeegyeztetni, hogy tényleg ne legyen ütköző felület egy tök jó nyaralás? Hát az első, hogy megválogatod, hogy ki kell. Tehát az első. Mi nem is szoktunk senkivel. Tehát mi például soha senkivel. Tehát, igen, úgyhogy jól összejöttünk. Nem, soha senkivel. Tehát, és nem azért, mert hogy nem tudnánk alkalmazkodni, hanem az idő az arról szól, hogy együtt vagy a családoddal, együtt vagy a gyerekekkel, vagy mi együtt vagyunk a férjemmel. Tehát igazából ebben nincs is tapasztalatom, tehát így nem tudom mondani, de hogyha kellene, vagy esetleg úgy hozná az élet, akkor biztos, hogy a későbbi sértődések miatt azért ott is jobb szerintem alapokat letisztázni, mert azért ott is lehetnek nagyon csúnya kianyádba, beanyádba veszekedések, mert azért ilyeneket mindenki hall. Hogy ha az igények, az érdeklődés egészen más, akkor az is egy katasztrófává tud válni. Hogyan tudjuk alakítani a nyaralást? Tudjuk-e? Ugye itt most beszéltünk az én időről, arról, hogy a nyári nyaralás az egy különleges jutalom én idő. Az egy olyan intenzív dolog, ami nem minden hónapban adatik meg. Hogyan tudjuk ezt okosan csinálni, vagy hogyan tudjuk ezt kimaxolni? Ti hogy szoktátok, Nelly? Most mondjuk jövő héten várost nézni fogunk, úgyhogy még nem ültem le megnézni a nevezetességeket, de én általában neten tájékozódom, mondjuk ahány napunk van egy adott városra, rákeresek, hogy hány x nap alatt, nem tudom, Prága, most oda megyünk, csak azért mondom azt, és akkor megnézem, hogy kinek a legszimpatikusabb a leírás, akkor nagyjából azt az utat végigjárjuk, de azért persze mi is alakítjuk, vagy ha más jobban tetszik, akkor oda megyünk be inkább, így rákészülök, tudatosan rákészülök. Ha pedig pihenősre megyünk, mondjuk én akkor is szeretek mászkálni. Tehát én ezt mondom, hogy ha mi elmegyünk valahova, akkor mi általában autót bérelünk, hogyha mondjuk egy tengerparti szigetre is megyünk, mert én nem bírom azt, hogy ugyan
hogy becsekkolok a szállodába, és ugyanazt a partot nézem egy hétig. Ezt én nem bírom, és a gyerekek is, ha gyerekekkel nyaralunk, ezt már ők is tudják, hogy minden nap máshol strandolunk. Pedig egyébként nagyon sokan vannak olyanok, akik évek óta ugyanabban a szállodában mennek, és ugyanazon a strandon fekszenek egy hétig. Na, ezt nem bírom. De... Végül is el lehet fogadni, hát tehát mindannyian mások vagyunk. Igen, ez de azok az emberek a megszokásaiknak a... Valószínű, hogy amúgy a hétköznapi életben is a működésükre ez valószínű, hogy jellemző, hogy a komfortzónájukból nem szeretnek kijönni. Az az étkezés bevált, az a szálloda bevált, az a személyzet bevált, az a part jó, kész, nem módosítunk. Pedig azért ebből lehet érdemes lenne néha ki. De egyébként kell, hogy szóljon a komfortzónán kívüli létről a nyaralás? Mert most nagyon érdekes dolgot mondtál, hogy a megszokott dolgok, hogy valószínű akkor őt éppen azt pihenteti, hogy nem kell törődni semmivel, ott már bevált a személyzet, a strand, a szálloda, és akkor igazán ki tud kapcsolni. Nem tudom, kérdezem. Hát ha az a kényelmes, és neki ez a pihentető, akkor azt senki nem kérdőjelezheti meg. Így van, tehát akkor oda kell menni. De, de szerintem a legtöbben szeretjük a változatosságot. Szeretné, tehát a nyaralásnak az egyik lényege az lenne, hogy minél több kultúrával ismerkedj meg, minél több gasztronómiai élményt szerez, minél tehát több nációt láss, nagyon sokat lehet belőle tanulni. De hát ha valakinek az a megnyugtató és az a pihentető, akkor egyértelmű, hogy ne változtasson rajta. Mi a helyzet a nyaralásra való összepakolással? Mert én sok olyanról hallottam, hogy még a bőröndöt be sem csukták, már óriási balhé kerekedett. Hát ez nálunk ez nagyon aranyosan zajlik, egészen a gyerekek kiskora óta anyának két bőröngye van, és mindenkinek, és majdnem a fiúk beleférnek egybe, tehát hogy ennyi, de ezt megszokták. Tehát először mindig a férjem kérdezte, hogy biztos, hogy így ennyi, nem vagyunk így elszámolva, nem, de hát ezt tudjuk, hogy egy nő körülbelül minden vészhelyzetre még plusz 3 ruhával és 86 fürdőruhával készül, de nincs, mert én végzem a pakolást, a végeredményt kiállítom, és indulás volt. Van olyan, hogy olyan bőröndel jöttök vissza, amiben mondjuk van 2, 3, 4, 5, 6 használatlan ruha, amit soha nem vettetek fel? Persze, hogyne. De most már tudatosabb lettem, mert na, én meg, hogy tavaly kezdtem ezt el, mikor, még tavaly évelején, hogy nem a nagy bőröndel repültünk, hanem a kézipoggyásszal. Ugye ez a nehezített pálya nekem, bele kell férnem. És egy nagyon kedves ismerősöm adta a tanácsot, hogy rakd össze otthon a szetteket. Sose jutott az eszem, hanem ez jó, ez hozom, és akkor 10-szer annyi ruhát vittem. És most már szettekbe gondolkodom, összerakom a ruhákat, és bele lehet férni egy 10 kilós bőröndbe. Meg még annyi, hogyha gyerekekkel megyünk, na nálunk, hogy az a durva, akkor elküldöm őket előző nap délután, és egy 3 órát hagyjatok békén, és akkor én mindenkinek összepakolok a legapróbb dologig, de ha ebbe megszakítanak, telefoncsöri, és akkor telefont se veszem fel, vagy gyerekek, vagy a férjem beleszól, akkor elfelejtem, és tudja, hogy otthon hagyunk valamit. Úgyhogy ilyenkor csend, és akkor én összerámolok 3 óra alatt mindenkit. Egy kicsit beszélj már a szettekről, hogy tegyünk egy zárójelet, hogy hogyan tudunk jól a nyaralásra pakolni, mert gondolom egy farmert azért fel lehet venni akár kétszer is, míg mondjuk nyilván... Szoknyát is. Uh-huh. Akkor én úgy szoktam, hogy a cipőt redukálom le, mert ugye egybe utazom, de hát ugye a repülő az olyan, hogyha repülővel megyünk, hogy ugye be van klímázva eléggé, valaki nem bírja, akkor az mondjuk edzőcipőbe repül. De hát tengerpartra ugye kell mondjuk egy szandál is, és akkor mondjuk én ilyeneket találtam, hogy gumiszandált veszek fel, az jó a esti ruhához is, meg jó a fürdőruhához is. Szóval ilyen kis praktikákat. Így. Hát még most gondolkodom. Vagy például olyan strandruhák vannak, hogy mondjuk csipke, amit fel lehet venni mondjuk egy farmersort fürdőruha fölé, de mondjuk felveheti egy atléta nadrág fölé is ugyanazt a csipke strandruhát. Hát hogy ilyen, így gondolkozom szettekbe. Erika? Hát a két bőröndel? Tehát én mindig fölösleget termelek, tehát én is szedbe gondolkozom, de rengeteg szedben. Hát mert akkor még nem tudjátok a programot, tehát persze, nem tudod, hogy hányszor mentek el táncolni, hányszor mentek el városnézni. Azért az időjárás sem biztos, hogy úgy alakul, úgyhogy egyébként jól bevált listám van. Tehát megvan a gyerekek kicsikora óta a standard listám, aminek mindennek ott kell lenni, és hát akkor még ezen felül még vannak ilyen váratlan csomagok, de hát nem egyszerű. Az is érdekel engem, amit említettél a különféle kultúrák megismerésében és az ételek megismerésében. Te például mondtad, Nelly, hogy mindig máshol esztek. Igen. Éppen. Na, az biztos nem főzök, tehát azt tuti. Az igen. Felejtő. Jó, amikor gyerekekkel nyaralunk, akkor is apartmanba megyünk egyébként, hozzáteszem, tehát nem szoktunk sose all inclusive, akkor nem mozdulunk ki a szállodából.
és akkor azért egy-két ilyen Jolly Joker kaját bedobok, ami egy hűtőtáskába belefér, és akkor kiolvasztom, de ott is általában más, mindig máshol leszünk. Mi a Jolly Joker kaja? Milánói, hát mi más? Mákos tészta, akkor húsleves befagyasztva ugye az üres teljes flakonba, ezek palacsinta, bár azt mondjuk most ezen gondolkodtam, ezt elengedem, nem fog sütni, na ilyenek, de most még nekem a palacsinta is sok, meg lehet venni. Nem akarok a tűzhely fölött. Ez, amit felolvasztom, tészta, és akkor kész. Erika? Tehát én nyaralásnál egyébként, hogyha a nyaralás igazán pihentető részét szeretnénk megfogni, akkor az egy hölgynek se nyaralás, hogyha ott kell állni, és főzni kell, és ugyanúgy gondoskodni kell, és ugyanúgy el kell látni a családot. Tehát akkor tulajdonképpen csak a helyszín változott, de akár otthon is lehetne. Úgyhogy én a mindennek a kipróbálását ajánlom, tehát finnyességet félretenni, és tényleg belevágni, és megkóstolni mindent. A nyaralások során, most ugrunk egy nagyot, mennyire várják el a felek egymástól a minőségi időt úgy is, mint mondjuk programtárstól, vagy akár beszélhetünk az intimitásról is, tehát mennyire van egy ilyen nagyon nagy elvárás, hogy oké, most nyaralunk, na, akkor most ebbe toljunk bele mindent. Hát igen, csak ez az erőködés szaga van, akkor az nem fog úgy elsülni, mint hogyha egy kicsit lazábbra engedjük, és ez megint olyan, hogy minőségi időt nyaralásnál egyértelmű, hogy azért megyünk, tehát hogy töltsünk együtt, de pont akkor van ideje annak is, hogy minőségi én időt is töltsenek a párok. De érdemes ezt előre megbeszélni, az igényeket előre egyeztetni? Jó, mert nem a 20 éves házasság után, te például mondtad, hogy 26 éves házasok vagytok, úgyhogy azért gratulálunk innen is. Akkor bőven van tapasztalatotok nyaralásokban is. Persze, de tehát a mi agyunk az egy rugóra jár, meg mi ugyanazokat a dolgokat szeretjük csinálni, de hogyha ha valaki, amit már egyszer korábban említettem, hogy mondjuk valaki egy ilyen hajnali bagoly, tehát korán kell, akkor ugye nem feltétlenül kell a másiknak is fölkelni, de mondjuk az szerencsés, ha azzal adódik össze, hogy ő futni szeret, és neki az én idő, hogy fut, akkor tökéletes a program, fölkel 5 órakor, fut, és mire reggeli van, addig fölkelt a párja is. De ugyanígy, hogy most, amit el is mondott, hogy a tengerparton újságot szeretnék olvasni, a másik meg nem tudom, fürdik folyamatosan, vagy esetleg szeretne sokkal több ilyen kulturális programot megnézni. Ezeket megint érdemes megbeszélni, mert ne menjen már azért az egyik pihenése a másik rovására. Tehát, hogy lehet azért ott is külön mozogni, hogyha erre szükség van. Tehát hagyni a másikat. Élni és élni hagyni ott is. Hát az én időnek nem tudom, van-e idő elvárása, hogy mondjuk mennyi én időt kell, hogy szánjunk magunkra a hétköznapokon itthon, és mennyi én időt érdemes kihasználni, teljesíteni, adni, kapni egy nyaralás során? Ennek így ha egyébként már egy perc is lehet én idő, tehát hogyha csak nyugodt, sőt, három gyerek után. Hát a három gyerek után egy nyugodt fürdőszobai 5 perc az ajándék. Igen, egyre többen jönnek sajnos egészen kis gyerekes párok is hozzám, és tényleg amikor az anyukák ilyen zombi üzemmódba kerülnek, és akkor megkérdezem, hogy is mennyi időt szokott tudni magával foglalkozni, és mondta, hogy körülbelül semmit. Tehát az én idő az a 2 másodperc alatt felhörpintett kávé, és szaladjunk, tehát hogy tehát ennyi. Úgyhogy ennek nincs is olyan, tehát ez lehet 1 perc, lehet 5 perc, lehet 10 perc. Ugye az én időnek amúgy is az a lényege, hogy az csak magáról, az emberről szóljon, és azt csináljon, ami neki akkor fontos. Ha csak nézek ki a fejemből, akkor azt csinálom, ha masszázsra megyek, akkor azt csinálom. Hogyha csak sétálok egyet, vagy tényleg nyugodtan megiszok egy kávét. Ezt egyébként szoktam ajánlani business coachingban, hogy ha valaki az egész napos irodai lét előtt szeretne magának egy kis időt, keljen föl fél órával korábban, vagy egy órával, fusson, nyugodtan igye meg a kávéját. Tehát töltsön el egy olyan időt, amikor tényleg csak ő van saját magának, és feltöltődik tőle. A feltöltődés az mennyire fontos a te életedben, Nelly? Nekem nagyon. De én önzőbb anyuka vagyok, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy én meghagytam magamnak a saját dolgaimat. Én ezt nem adom. Nem tudom miért, de én ezt tudatosan így alakítottam. Tehát van minőségidő a férjemmel, van, amit ugye belföldön töltünk el, van, amit külföldön, de van a saját időm is. Úgyhogy én ezt tudatosan erre figyelek. És akkor ki tudod zárni a családot? Teljesen. Én ezt nagyon jól tudom, úgyhogy ki. Mit kapsz te ettől? Sokkal nyugodtabb vagyok.
és nem ugrok nekik egyből, mert azt tudjuk, hogyha anya rossz kedvű, akkor előbb-utóbb mindenki az lesz a családban. És ez nagyon nehéz volt az utóbbi egy évben, mert össze volt zárom mindenki, nem volt túl sok én idő, meg is viselt engem, ezért kezdtem el futni egyébként tudatosan, kiszakadni ebből. Milyen érdekes, nem, hogy az ember ösztönösen keresi a lehetőségeket, illetve a megoldásokat? És az jutott eszembe, hogy Nelly pontosan jó példa arra, hogy ez az élés nem túlél. Mert nagyon hosszú idő, én nem tudom, lehet, hogy ez korfüggő is, hogy mire eljutnak tehát én csak így az ügyfeleimmel kapcsolatban tudom mondani, hogy eljut arra a szintre, hogy a prioritási sorba egyszer csak azért úgy magadat is, nem úgy fölírod, hanem úgy elkezdenéd egy kicsit előbbre sorolni. Tehát, hogy nem az vagy, hogy utolsó, hogy a munkád, a gyerekeid, a családod, a férjed, tehát, hogy mindenki előrébb van, mint te, hanem ahhoz, hogy a családod, a férjed, a párkapcsolatod kiegyensúlyozott legyen és nyugodt legyen, ahhoz mindenképpen kell, hogy élj és feltöltődj és magaddal foglalkozz. Csak ez nálunk valahogy még nagyon rosszul van kódolva, mert ilyenkor legtöbben azt mondják, hogy így megszólal a fejükbe ez a bűntudat vagy lelkiismeret gomb, hogy tényleg, de hát ez kellene, de ehelyett inkább a szükségem van rá gombot kellene nyomkodni, mert mindenki érzi azt, hogy elég volt, hogy most valahogy mindenkiből lehet, hogy elég volt, és szeretne csak magával lenni, és egy kicsit úgy töltekezni, és utána egy egészen más embert kapnak vissza. Tehát a gyerekek is, a pár is, és a család is. Tehát tényleg ez az újraindítod magad. Nem csak a telefont töltjük meg az autót, hanem magunkat is. Tehát ez lenne ennek a lényege. Mi van akkor, hogyha egy nyaralás során, ami ugye alapvetően én idő a család minden tagjának, hogyha bármilyen probléma merül fel, mert hogy általában a problémáink okozzák a hétköznapjainkon a legnagyobb fejtörést, és azok megoldása. Nyilván a nyaralások sem problémamentesek, hát bármi lehet. Tehát bármi is, biztosan találkoztatok ti is egy csomó dologgal. És nyilván lesz is Murphy. Az vajon mennyiben jelent másféle megoldásokat, vagy milyen helyzeteket hozhat? Hogyha problémával találkozunk. De milyen probléma? Mennyire súlyos probléma? Most az attól mi a súlyos? Nem tudom, mondjatok néhányat. Fú, ellopják mondjuk a pénztárcát, vagy ilyesmit, nem? Fú, az mondjuk durva. Az durva. Hát az stressz. Lekopogom, soha nem volt még ilyen. Az mondjuk bosszantó. Max egy méhecske csípte meg a fiam talpát 3 éve tengerparton. Pont egy méhecske, hogy került oda, azóta se tudom. Mindegy, megoldottuk. Oda vitte a férjem a vízimentőhöz, és lejegelték neki. Hát így. Mondjuk ő megoldja. Tehát itt ez a jó, hogy nem csak nekem kell megoldanom, hanem hogy ő aktívan kiveszi a részét a gyerekekből, meg a nyaralásból is. Életre valóság kérdése, tudod, hogy az adott szituációban, az adott helyzetben ezt hogy oldod meg, mindig van segítség, tehát olyan nincs, hogy hát ha csak nem a világ végén valakinek lerobban az autója, és mondjuk nincs térerő, tehát az ott azért úgy gond, de szerintem azon kívül mindent meg lehet oldani. Mennyire számít a nyaralások során a humor, vagy mennyire jön be egyébként jobban a párok életébe a humor, hogy egy picit dilitálnak, picit lazábbak? Mert mondjuk a humor egy megoldás lehet. Számítás az egyik legfontosabb egyébként. Amúgy is, nem? Igen, amúgy is. A hétköznapjukban is. De hát nincs annál jobb dolog, mint hogy közösen nevessetek valamin, ami nem úgy sikerült mondjuk, vagy hogy olyan dolgok történnek veletek, hogy nem hiszem el, csak én lehetek ekkora balfék, hogy nem tudom, megcsíp egy medúza, és 2 napig kórházban vagyok, de hogy amúgy párkapcsolat erősítő hatása is van ennek. Mit tudunk tanácsolni a pároknak? Vagy mondjuk, hát most itt 3-an vagyunk lányok, mondjuk a férfiaknak. Hogyha igazán jó nyaralást szeretnének, és még előtte állnak, vannak kis praktikus ötleteitek nekik? Hát most én akkor kezdem a gyerekes családoknak, vagy nőknek mondom, akik párkapcsolatban élnek, hogy nagyon jó gyerekekkel nyaralni, de menjetek el külön is kell. Minimum 4-5 nap, tehát nem 2 éjszaka, meg 1 hétvége, mert azt szerintem semmit nem ér kb. Vagy legalábbis keveset. Én azt mondom, hogy el kell menni, ha meg tudjátok oldani. És meg az, hogy merjétek leadni a gyereket. Nagyszülő, tesó, rokon, ki, ahova tudja és elvállalja, ahol eddig is jól érezte magát a gyerek, mert még én ezt tapasztalom, hogy nem marad meg a gyerek. Hát hogy nem maradna meg? Hát mi tud bármit csinálni? Tehát ő a gyerek. Szóval, hogy merni kell leadni a gyereket. Én nekem ez sose volt probléma. 3-7-es korától vigyázott anyósom és a lányomra. Tehát azért mondom, hogy én ebben nem voltam szívbajos. Én ezt tudom. És az, hogy minőségi időt töltsenek el kettesben a párok. Mert szerintem fontos. Párkapcsolati tanácsadáson nagyon sokszor úgy jönnek a párok, hogy
hogy már elmúlt szerintük a szeretet közöttük, már nagyon eltávolodtak, nagyon visszahúzódóak, nagyon sok a konfliktus, nem igazán jó a kommunikációjuk. És egy nagyon egyszerű tesztet szoktunk ilyenkor csinálni, ez a Gary Chapmannek a szeretet nyelves tesztjét. És ugye a szeretet az mindenkinek a legmeghatározóbb, a legfontosabb, és tulajdonképpen soha el nem múló érzelme. És a szeretet nyelvek közül, hogyha most itt a férfiakra kérdeztél rá, akkor kettő is olyan van, ami ide kapcsolódik. Az egyik az az ajándékozás, a másik a minőségi idő. És nagyon sokszor szoktak a fejükhöz kapni, hogy úristen, hát én ezt nem csinálom, tehát én ezek közül egyiket sem. Vagy pedig ugye a tesztből kiderül, hogy szeretik ők egymást, csak elbeszélnek egymás mellett. Tehát nem azt a szeretett nyelvet közvetítik egymás felé, ami a másiknak fontos. De abban biztos vagyok, hogy nyaralást, ajándékba adni, minőségi időt, lefoglalt utazást, azzal nem lehet mellélőni. És a férfiak szeretett nyelve többnyire mi? Én nagyon érdekes, a férfiaknál nagyon sokszor a szívességek jönnek ki. Az, férjemnek is. A szíves, igen. Mármint, hogy a nő tegyen a férfinek szívességet a nyaralás alatt is? Minden, általánosan. A férfiaknak a jelleg, tehát legalábbis nálam nagyon-nagyon sok száz tesztet töltöttek már ki, a szívességek jönnek ki általában, és a másik az elismerő szavak. És egyébként ezt meg általában nem, tehát most nem akarom minősíteni, de a férfiak erre nagyon sokszor panaszkodnak, hogy nem kapnak dicséretet a mindennapokban a párjuktól, a feleségüktől. Mi lehet szívesség? Most gondolhatnék a fűnyírásra, hogy most egyszerűen... Ja, nyaraljunk már egy jót fűnyírás nélkül. Nem. A szívesség? Hát, hogyha mondjuk... Tényleg, ez szerintem egyébként egy nagyon-nagyon jó ötlet, hogyha meghatározunk a nyaralásunk alatt, hogy mondjuk melyik nap az csak a férfiről szól, valamelyik nap pedig mondjuk csak a hölgyről, ez egyébként is jól sülhet el, hogy ez egyik napon tényleg azokat a programokat nézzük és csináljuk, amit te szeretnél, beülünk egy Barcelona meccsre, teljesen mindegy, tehát hogy ami neki fontos, és a következő napon pedig mondjuk egy kicsit csajosabb programokat csinálunk. Persze nem széthúzva egymás idegeit, tehát nem rájátszva. Nelly? Szerintem is ez egyébként, most jövő héten mondom a Prága, majd ugye ott az sör nagy hatalom, hát én nem szeretem a sört, de hát nyilván most akkor a férjem fog előnyt élvezni. Ezek az ő programjai lesznek, hogy olyan híresebb éttermekbe megyünk majd, ahol ezek a híresebb sörök vannak, amit ott főznek. Nem tudom, annyira nem vagyok ebbe otthon, majd ezt megfogadom, ilyet csinálunk, tényleg lesz egy ő napja, meg az enyém, ez tök jó ötlet. Mi szokott még beválni, Erika? Mit szoktál még javasolni? Vagy mi az, ami még így gondolatként felmerült a nyaralással, az én idővel és a párkapcsolattal kapcsolatosan? Egyébként a legeslegfontosabb, amivel kezdtünk, hogy ne problémákkal, ne konfliktusokkal, ne szőnyeg alá söpört problémákkal induljunk el, hanem egy jó hangulatban, mert amúgy tényleg megette a fene, és nem lesz belőle semmi. Tehát se intimitás téren, se közeledés téren, se egyszerűen nem lesz abból semmi, hogy jól érezzük magunkat, hogy feltöltődjünk. Tehát a létjogosultságát veszti el a nyaralás, hogyha nem a kellő lelki állapotba és kapcsolatba indulunk el. Mi van akkor, hogyha valakik valamiért nem tudnak elmenni ezen a nyáron nyaralni? Lehet, hogy tavaly sem tudtak. Azért ugye most elég nehéz élethelyzeteket élünk itt társadalmilag is. Mi van akkor, ha tavaly sem sikerült, meg lehet, hogy idén sem fog? Azért szerintem lehetetlen, nincsen csak tehetetlen. Tehát azért mindenki a maga lehetőségeihez képest biztos, hogy megtalálja azt a lehetőséget, amivel fel tudnak töltődni, amivel együtt tudnak tölteni időt. Cukrászda van, kávézó van. Strand is van. Tengerpart, ha nincs, de a Tiszapart is gyönyörű, ha már itt Szolnoknál vagyunk. Tehát lehet sétálni, lehet időt úgy is eltölteni, hogy arra nem kell mondjuk nagyon sokat költeni, hanem a szolidabb keretek között. Vagy például, hogyha valaki szeret sportolni, na a Balaton tekerje körbe, nem tudom, 4 nap alatt, mert ugye az plusz állás, plusz pénz, hanem a Velencei tó 3 óra alatt körbe tekerhető. Vagy a Tiszató. Tehát, hogy kompromisszum. Így van. És mondjuk, na akkor erre adjatok még ötleteket azoknak a nézőknek, akik azt mondják, hogy jó, hát Barcelona, meg oké, meg Prága, de jó, hát itthon maradnánk. Tehát mitől nyaralás itthon egy hét? Azt ugye megmondtuk már az előbb, hogy hát nem attól, hogy anya otthon főz.
Nem, hogy olyan helyre mész, ami mind a kettőtöknek tetszik, amit mind a ketten izgalmasnak találtok, hogy olyat tudtok csinálni, amit lehet, hogy a hétköznapokban nincs rá idő, és itt a sport az valahogy mindig bejön. Persze, hogyha egy sportosabb családról beszélünk, hogyha nem, akkor is, tehát Magyarország gyönyörű. Tehát, hogyha valaki nem egy hétre megy el, hanem reggel beül az autóba, és egyik nap elmegy a Szalajka vízesést megnézni, a másik nap elmegy a Velencei tóhoz sétálni, tehát meg lehet ezt oldani. Biztos, hogy össze lehet hozni olyan kis feltöltődést, olyan kis pihenést, ami mind a kettőjüknek hasznára válik. Hogyha azt mondjuk, hogy oké, belföldi nyaralás, és visszük a gyerekeket is, akkor mi az, ami tudja pihentetni a szülőket? Mert nyilván az is egy élmény egyébként, hogy nem feltétlenül csak a házi feladattal, meg a csináld, meg pakold el, hanem odaülünk a gyerekkel játszani, tehát már ez is egy élmény lehet. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, vagy hogy milyen élményt nyújt még eszetekbe? Én megmondom őszintén, ebben lehet nem én vagyok az etalon, mert én úgy vagyok vele, hogy hárman tesók játszanak el együtt, tehát én így vagyok vele. Van, amikor játszok, de egyre kevésbé türelmetlenebb vagyok, ahogy öregszem, ez tényleg így van, ezt bevállalom. Ez van, hál' Istennek el vannak együtt. Szerintem én, amit mondok, hogy tud pihentetni egy nyaralás, hogy bárhova is megyünk, nálunk ez szentírás mindig, hogy időben lefekszenek még nyaraláson is aludni, és onnastól kettesben vagyunk a férjemmel. Tehát mi a saját én időnket hétköznap is, itthon is elcsípjük, itthon is szigor van, fekvés van, és nyaraláson is lefektetem őket. Mindenki hülyének néz, mert valahol éjfélig tombolnak nyaraláson a gyerekek, na nálunk nem. Nekünk onnan indul az én idő, amikor ők alszanak. Nem tudom egyébként élettanilag nyaraláson, hogyha minden nap éjfélig tombol a gyerek, akkor milyen a másnapja, mert nem biztos, hogy akkor végig lehet ráncigálni mondjuk Prágán. Hát igen. Igen, de amúgy a gyerekek meg nagyon gyorsan töltődnek, tehát olyanok, mint a Duracell nyiszik, tehát hogyha ő egy éjféli fekvés után hétkor kipattan a szeme, tehát hogy még nem is ez, de egyébként ez az egyik legjobb ötlet, amit mondtál, mert így lehet naplementét nézni. Így van, legalább. Borozva, vagy egy borozva, a így, így van. Igaz, tehát hogy ennél jobb nincs. Annyira érdekes, hogy a sportot és a természetet azt mind a ketten behoztátok. Attól függetlenül, hogy most éppen erdős részen vagyunk, Magyarország területén belül vagyunk, tengerparton vagyunk, nagyvárosban vagyunk, de a természetet, a tengermorajlást, a fák susogását, a naplementét, azt mindannyian behoztátok. Ennyire fontos nekünk embereknek a természet? Hát mert hétköznap nem ott vagy. Tehát most ki hol dolgozik. Nyilván egy épített környezetben igen, éljük az életünket. Így van, és ehhez képest tényleg a Zamárdi gesztenyesor is egy felüdülés. Tehát, hogy tényleg mindennek tudsz örülni, mert csak a nyaralás alatt van lehetőséget hosszabb időt eltölteni ilyen helyen. Meg akkor van idő megcsodálni. Így van, az meg a másik. A természetet, mert egyébként nem tudom, naplementét nem szoktam kiülni, nézni hétköznap általában. Nem, éppen lehetne, de azt nem tudom megoldani. De a prioritás egészen igen, más egy nyaraláson. Szerintem nagyon sok jó tanácsot adtatok most, még így végezetül így batyuba elvihető néhány gondolatot adjatok már a nézőknek arra vonatkozóan, hogy ha már túl vannak a nyaraláson, ha még előtte vannak a nyaralásnak, hogyan tudnak még több én időt kicsípni maguknak, vagy mire csípjenek ki én időt maguknak, akár a nyaralással együtt, vagy nyaraláson, akár az előtt, az után, attól függetlenül a hétköznapokban, a darálóban, a mókuskerékben? Szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy ahogy mással időpontot beszélnek, saját magával is kellene időnként. Tehát most ez vagy korábban kell fel, vagy pedig beírja a naptárjába, hogy egy héten x-szer 10 percet, fél órát, egy órát online mentes leszek, nem veszem fel a telefont, nem nézem meg az e-mailjeimet, nem nyitom ki a csenget, vagy ha csengetnek, akkor se a kaput, elmegyek futni, kávézok, tényleg nézek egy jó filmet, és magammal töltöm ezt az időt. És nagyon sokan szokták kérdezni egyébként, hogy tényleg tök jó, és az is én idő, hogyha elmegy a férjem a gyerekekkel, és akkor otthon ráérek, és kitakarítom az egész házat végre nyugiba, vagy elmegyek a gyerekek nélkül bevásárolni, az nem én idő. Az egy ilyen csökkentett üzemmódban, egy kicsit talán gyorsabb és nyugodtabb bevásárlást fog eredményezni, és ugyanígy nem én idő az se, hogyha a Frey kávézóba a barátnőmnek a legújabb élethelyzet drámáját hallgatom, tehát az sem én idő. Az én idő az az, amikor saját magammal foglalkozom, töltődöm, és azt csinálok, amit szeretnék. Nelly?
Én időnek azt tudom javasolni, ha valaki kertes házban lakik, akkor olvasson, könyvvel feküdjön ki. Én nagyon szeretem, és akkor én kütyümentes vagyok, kikapcsolok mindent, és nagyon jó a kert. Ha nincs kert, akkor erre is van megoldás, akkor keresni kell egy tiszapartot, ugye ott azért nálunk itt megoldható, és ott is lehet egy könyvvel leülni, mert egyébként meg szerintem tök kevesen olvasnak. Mindenki inkább a telefonon scrollozik, és én már ezt tudatosan próbálom leépíteni, mert én is hanyagoltam az olvasást az utóbbi időben, de most vissza fogok térni. Úgyhogy haladok. Úgyhogy szerintem egy jó könyv, vagy egy jó magazin, tehát most jó, akkor ne legyen könyv, de nem telefon. Tudunk mi tanulni a gyerekektől? A gyerekek profi én időkeresők és én időhasználók? Hát hogyne, ha sok párkapcsolati tanácsadásra érkező párnál, ha kamasz gyerekek vannak, nem véletlenül van kiírva, hogy ugye ez belépni tilos. Tehát, hogy ők ezt már annyira tudják ezt kezelni, de már az, akár a kisgyerekek is, hogy elvonul és nem kerül elő a homokozóból, vagy a játszótéren rá se hederít. És teljesen beszippantja maga az élmény. Így van, és egy flow élményben találja magát, és te abból, ha, tehát akkor jön, hogyha valamilyen szükséglete jelentkezik szó szerint, de amúgy abba ő remek jól elmerül, és észre se veszi. Akkor tanuljunk a gyerekektől. Igen. Is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon gyorsan elrepült ez az 50 perc is. Ha még vár rátok jó néhány nyaralás az említetteken kívül, akkor nagyon jó időtöltést kívánok ehhez. Szép nyarat és szép évet nektek. Kedves nézőknek pedig azt mondom, hogy akkor én időre fel, és jó nyaralást, szép nyaralást, próbálják magukat kipihenni, és törődjenek önmagukkal, mert magukból csak egy van. Viszlát! Szálljon időt magára, szálljon időt az én időre. Podcast nőkről, nem csak nőknek, a Szolnok Televízióban. Miértek és hogyanok? Egy órában.